Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartottak megemlékezést Kossuth Lajos szülőfalujában, Monokon is, ahol Demeterné Bártfai Emese polgármester, Kont Zsófia miniszterhelyettes országgyűlési képviselő és Kövér László a Magyarországgyűlés elnöke is megosztotta gondolatait az ünneplőkkel. Történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15-e megünneplése. Lényeges volt, mert a magyar szívekbe mindig magában hordozott egy sajátos, szimbolikus jelentéstartalmat a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Nekünk itt ezen a vidéken bármilyen nemzeti ünnepünkről van szó, mindenféle szempontból van alapunk a büszkeségre, és talán az, hogy valamilyen fajta módon a mi felmenőink, őseink a szabadsághoz olyannyira ragaszkodtak, amely pontosan mutat az, hogy például itt vagyunk Monokon, ahol Kossuth Lajos született. Petőfi Sándor is járt a mi vidékünkön, és gyakorlatilag olyan szépeket írt erről a vidékről, amire mi nagyon büszkén tudunk emlékezni, mert hogyha a hazafiasságra gondolunk, akkor nyilván Petőfi Sándor, Kossuth Lajos alakja mindenképpen megjelenik. Napjainkban szerte Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban Kossuth követői a Józan ész regimentjeiben gyűjtik össze erejüket. Olyan regimentek ezek, amelyek létszáma nem fogy, hanem gyarapszik, mert tagjai hisztek Istenben, hazában és családban. Hisztek a demokráciában, azaz abban, hogy a hatalom a jövőben is a közé, a polgároké kell maradjon. Hisznek abban, hogy Magyarországnak a jövőben is egy magyar országnak kell maradnia, egy olyan Európában, amely nem másoké, hanem az európaiaké. A szabadságharc szimbólumait bemutató kulturális programban részt vettek a Monoki Mici Mackó óvoda gyermekei, a Monoki Kossuth Népdalkör, Kovács Attila amatőr író, majd Spisák István, a Nemzeti Színház színművésze szavalta el a nemzeti dalt, a műsor zárásaként pedig a Szabadság Szerelem című dalt Tarsoly Tóth Erika énekelte el. Bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A program zárásaként három helyszínen, a Kossuth szobornál, Kossuth Lajos szülőházánál és a Petőfi szobornál is elhelyezték a tisztelet koszorúit a megemlékezők. A szikszói ünnepséget az Inkubátorház színház termében tartották meg, ahol Schwab Antal osztotta meg gondolatait a megemlékezőkkel. A polgármester kiemelte, hogy idén több zászlót helyeztek ki, hiszen 175 éve volt a szabadságharc, aminek tiszteletére 175 zászló lobog Szikszó utcáin. A kokárda színei a nemzeti zászló színei, a piros, a fehér és a zöld. Az erő, a hűség és a remény jelképen. Ma mindháromra szükségünk van. Erőre a mindennapokhoz, hűségre embertársainkhoz, elveinkhez és önmagunkhoz, reményre a jövőhöz, a biztonsághoz és a békéhez. Az utóbbi a béke 2022. februárjáig számunkra annyira természetes volt. Mára pedig belengi mindennapjainkat a szomszédos országban zajló háború miatti aggodalom és félelem. A mi dolgunk ebben az zűrzavaros időszakban az, hogy a helyi ügyeinken dolgozzunk. Ne ellenségeskedjünk, van elég baj a világban, enélkül is. Lépjünk túl napi konfliktusainkon, a gyarló emberi kicsinyeskedéssel, fogjunk össze, segítsük és támogassuk egymást az élet minden területén. Az ünnepi műsort a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola diákjainak előadásában láthatták a vendégek, akik színvonalas, zenés-táncos programjukban megidézték a szabadságharc fontos mozzanatait. Követeljük, hogy azonnal nyugtassák a téziseinket. Nem tehetem, még a cenzor engedélyt nem adott rá. Miféle cenzor? Mi nem ismerünk el semmiféle cenzor. Nem kell cenzor! Fiatal urak, foglalják meg mondanát. Akkor kinyomtatom a követeléseinket.
A nép nevében ezen a nyomdát megfoglalom. Landre úr, kinek nyomtassa ki ezeket? Ünnepi programzárásaként a főtéren található hősi emlékműnél helyezték el az emlékezés virágait Szikszóváros, a kisebbségi önkormányzatok, az intézmények és a pártok nevében.